A magyarok ősei Bizánctól brémáig folytattak lovas hadjáratokat. A kassai iskola célja ennek az elfeledett harci művészetnek a felelevenítése. A képzés során a lovasi ígyásznak olyan szintet kell elérnie, amilyet az őseink is magukénak tudhattak. Vágtató ló hátáról a ló sebességétől függetlenül gyors és pontos lövéseket kell leadni előre, oldalra, hátrafelé 180 fokos szöget bezárva. Már a létrejött egy sportág, ami bekerült a szellemi kulturális örökség részébe, hungarikum lett, aztán magát a szabályrendszert az Egyesült Államokban levédtem, és az idén létrejött Lozáni központtal, egy svájci világszervezet, ami gyakorlatilag mindegyik kontinensen ott van, és egyre több pálya. A következő pálya az az, az Egyesült Államokba kerül átadásra, az már a harmadik pálya, és ez a tizenegyedik pálya itt Magyarországon, és nagy örömre szolgál, hiszen itt a, itt a lovasiászatnak már komoly múltja van, és most ez, ez egy olyan professzionális pálya, ami lehetőséget ad arra, hogy itt komoly, megmérettetésre készüljenek föl a lovasi jászók, hiszen ez a várhatóan az olimpiai sport lesz. A magyar kormány néhány turisztikai ágazatot külön támogat, ilyenek például a kerékpár, a vízi és a lovas turizmus is. Térségünkben egyébként mindhárom tevékenység népszerű. Itt külön speciális oktatást kaptak a lovas túra vezetők. Lóska János, aki a túralovaglás szellemi vezetője, Magyarországon, és pályázatokat írtak ki szolgáltatóknak, akik lovagoltatással, túralovagoltatással foglalkoznak és lehetőség volt arra, hogy boxokat építsenek, és pályázzanak boxokra, ami azt jelenti, hogyha valaki, mert egy túralovas vagy hoz magával lovat, vagy pedig itt kölcsönöz lovat, és úgy járja be a túra, lovas túra útvonalakat, amelyeket bandiék a Szabó Lovas udvar vezetésével mértek fel a térségben, és egy nyilván ennek a lónak jó, hogyha nem biztos, hogy mindig szabad ég alatt kell lennie, akkor lehetőség van egy felépített karámba is beállni. A lovas turizmus az elmúlt tíz évben óriási fejlődésen ment keresztül a térségünkben. Új lovasbázisok jöttek létre, illetve a meglévőket fejlesztették. A lovaglás nem csak rendkívül egészséges hobbi és testmozgási lehetőség, de gyógyító hatása is ismert.